5 rossz állapotban lévő utca felújítására nyert 206 millió forintos kormányzati támogatást Bonyhádváros önkormányzata. A február 7-i héten a kivitelező már el is kezdi a munkálatokat. Az elmúlt év végén számolhattam be arról, hogy már csak az időjárás az akadálya annak, hogy megkezdhessünk olyan útfelújításokat Bonyhádon, amit már nagyon sokan régóta várunk. 206 millió forintos támogatásban részesültünk Magyarország kormányától, hogy Bonyhádon 5 utca újulhat meg teljes hosszában, új aszfaltréteget kapva, és minden egyes beszerzést lefolytattunk már, gyakorlatilag a forrás rendelkezésre áll, ezért tényleg csak az időjárás volt eddig az akadálya annak, hogy nem kezdhettük meg ezeket a felújításokat. Most azért állunk itt a Jókai utcában, mert a héten még megtörténik a munkaterület átadása, és első ütemben a Jókai és a Hoffer Károly utca kerül felújításra, majd ezt követően az év során folyamatosan az ebben a csomagban szereplő másik három utca, konkrétan a Nádasdy utcának, a Táncsis utcának és a Vasvári Pál utcának történik meg még ez a felújítási sorozata. És még egy utcát meg kell említenem, hiszen egy másik forrásból ugyan, de szintén a magyar kormány támogatásával, a belügyminisztériumtól nyert támogatással 2022 tavaszán a Fáy András utcát is megkezdjük felújítani, úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy egy soha nem látott mértékű útfelújítás kezdődik a városban. Természetesen az adott korlátozásokról és az utca lakóiról az érintett utcákban mindenhol, ahol éppen az ütemezés zajlik, személyesen értesítést fognak kapni a város lakói, és azt is tudom, hogy minden egyes ilyen felújítás némi közlekedési akadállyal és felfordulással jár, de bízom abban, hogy mindenki a jó célt fogja nézni, és azt várja már nagyon a velem együtt a lakosság részéről, hogy ezek az új utak minél hamarabb megújulhassanak, és ezeket a kellemetlenségeket pedig elnézzük, ami a felújítással jár. Az útrekonstrukció első üteme mintegy 72 millió forintba kerül majd. A jövő hét hétfővel megkezdjük a Jókai utcát, a Hoffer Károly utca burkolat felújítási munkáit. Mind a két utca esetében végzünk alépítményi javításokat, a szegélyek javítását is elkészítjük, a csatlakozásokat, valamint mindkét utca teljes felületében 2 réteg új aszfalt burkolatot kap. A felújítási munkákat, mint mindig, igyekszünk úgy végezni, hogy a forgalmat, illetve az itt lakókat a lehető legkevésbé zavarja. A Jókai utca 267 folyómeter hosszban, átlag 6,3 méter szélességben fog megújulni. A Hoffer Károly utca pedig 390 folyóméter hosszban, összesen mintegy 2600 négyzetméter felületen kap új aszfaltburkolatot. Az előkészítő munkák körülbelül 4 hétig tartanak majd, ami alatt az út még járható lesz. Filóné Ferenc Ibolya arra is választ adott, miért pont ezt az 5 utcát állítják helyre ebből a kormányzati támogatásból. Az elmúlt évben a képviselőtestület döntött arról, hogy természetesen a felmérések és a tapasztalatok alapján, hogy felállít egy sorrendet, hogy melyek azok az utak, utcák, amelyek felújításra várnak, és ebben a listában már azért egy-kettőt kipipálhatunk, de még azért hosszú ez a lista, és ezek voltak a felújítás sorrendjében a szükségességet, forgalmat is figyelembe vettük, természetesen alapvetően az utak állapotát, azt, hogy milyen átmenő forgalom van rajtuk, vagy milyen intézményeket szolgálnak ki, és ezek alapján született meg a döntés, és ahogy a források érkeztek hozzá, úgy lehet ezeket folyamatosan megvalósítani. A szerződéseket már megkötöttük a kivitelezésre, a Jókai és a Hoffer Károly utca esetében március végére ezek megvalósulnak, és az összes többi általam említett utcákban pedig a nyár végére bízom benne, hogy valamennyi felújítás elkészülhet.